Az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom, vagy röviden ISZOM, a Facebookon meghirdetett kampányban toboroz országgyűlési képviselőjelölteket a 2022-es választásra. Itt van a telefonvonalban Szanyi Tibor, az ISZOM párt alapítója és miniszterelnök jelöltje, valamint Huszti Andrea, a párt elnöke. Mindkettőjüknek jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok én is a hallgatóknak is. Vajon az utcáról spontán jelentkezők felkészültebbek, vagy őszintébbek, mint a profik? Mi indokolta a nem mindennapi toborzást, és hozta-e a várt eredményt, elnök asszony? Igen, ez őszintén megmondva a miniszterelnök jelöltünk Szanyi Tibor ötlete volt ez a Magyarországon a politikai életben innovatív pályázati ötlet. És az elmúlt hétvégén, amikor is megtörtént az első ilyen jelölt meghallgatásunk, fantasztikus emberekkel találkoztunk, amit külön én kiemelnék az, hogy nagyon sok fiatal volt. És igen, azt látjuk, hogyha így hívjuk őket, hogy utcáról bejött emberek, akkor igen, nagyon tájékozottak, abszolút képbe vannak a társadalommal kapcsolatban, környezetükkel kapcsolatban, és gyakorlatilag vallják azt, amit mi is, hogy itt most már a dolgozói rétegekre kell koncentrálni, és segíteni kell őket, mert egyszerűen nehéz sorsúvá vált ez a dolgozói réteg, ebben ugye benne van az, aki dolgozni fog, aki most dolgozik, és aki dolgozott, tehát nyugdíjas. Úgyhogy igen, ezt tapasztaltuk, hogy fantasztikus emberek tudnak bejönni akár az utcáról is, és föl tudják vállalni a mi programunknak a képviseletét. A párt egy éve alakult. Szóba került-e a baloldali pártszövetséghez való csatlakozás, vagy inkább arra számítanak, hogy a szivárvány koalíció megalakulása után esetleg az abban csalódott választók inkább önökre voksolnak majd? Szanyi Tibor. Nos, hát pont az ilyen szövetségi ügyek, ezek elsősorban az elnökasszony asztala, de azért, hogyha már engem szólított meg, akkor annyit mondjak, hogy itt volt egy esztendő, ez a 2020-as esztendő, amikor mi nagyon sok erőfeszítést tettünk annak érdekében, hogy rendezzük a viszonyunkat, a kapcsolatunkat, az együttműködésünket ezekkel a pártokkal, amiket ön is említett. Elnökasszony egyébként számtalan levelet írt nekik, más informális megkereséseink is voltak. A lényeg az, hogy ők bezárkóztak, ők azt mondták, hogy ők hatan elvannak, megvannak, nincs szükségük több mindenkire. Mi ezt tudomásul vettük, úgyhogy az idei év elején a pártunk úgy határozott, hogy akkor az adott realitásoknak megfelelően, önállóan, önálló listával, önálló 106 jelölttel, és de különösképpen önálló programmal indulunk. Ma már egyébként azt mondom, hogy ez olyan értelemben tavaly december 20-án is ez volt az a nap, amikor ugye ez az említett hat párt előjött a maga elképzeléseivel. Mi azt láttuk, hogy ők egy hangsúlyosan polgári társadalmat kívánnak építeni, mi pedig szocializmust, tehát még csak a törekvések szintjén sem nagyon látjuk itt a jelenlegi összecsúszásnak vagy összefésülésnek a lehetőségét, bár tárgyalásra mindig nyitottak voltunk és nyitottak vagyunk. Már ön azért korábban azt mondta, hogy igazából az ISZOM a valódi baloldali párt, a pártszövetség nem is baloldali, azért számítanak arra, hogy az esetleg, akik hasonló éppen gondolkodnak és csalódottak a szivárvány koalícióban, önökre fognak voksolni majd. Hát a szivárvány koalíció, hogyha ennek ez a neve, mert egyébként még nevük sincs, vezetőjük sincs, programjuk sincs, tehát tényleg nehéz őket így megfogni, de hát én közöttük egyetlen egy baloldali pártot se látok. Ez nem kritika, félreértés nehézség, ez egy tény megállapítás. Tehát az, aki egy szolidaritás bázison
egy más típusú társadalmat akarna építeni, tehát például szocializmust, vagy ahhoz hasonló formációkat. Ilyen törekvés ott nincs, ők nagyon jól el vannak a kapitalizmussal, azt szeretik építgetni, tegyék, hogyha tudják. Mi viszont arra gondolunk, hogy valóban rengeteg olyan baloldali érzelmű és értékrendű ember van Magyarországon, aki sem ebben a hatos összefogásban, sem pedig a kormány oldalon nem találja meg tulajdonképpen az ő politikai érdekképviseletét, és de szabad még nekem is egy szóval visszautalnom arra, amit ön egyébként utca emberinek nevezett. Mindenféle degradáló jelző nélkül egyébként. Igen, de mi is pont úgy gondoljuk, hogy az országgyűlés az egy népképviseleti intézmény, és hát az utca emberét, már bocsánat, ki más képviselhetné hitelesebben, mint az utca ember. Tehát így van ez az egész dolog, és ahogy a jelöltek szintjén is nagyon-nagyon komoly, és tényleg igazán felkészült, diplomás, fiatal emberek sora jelentkezett nálunk így a felhívásunkra, ez minket végtelenül megerősített abban, hogy igenis jó úton járunk, és a baloldaliságnak egy fantasztikus reneszánsza van Magyarországon, és senki ne gondoljon vissza, itt nincs Sztálin, meg Rákosi, meg nem ezekről van szó, egy újra értelmezzük, újra akarjuk meghatározni a szocializmust, ami azt jelenti, hogy mindenki részesedjen, mindenki, nem csak a esélyegyenlőség, meg mindenki részesedjen a társadalmi javakban. Elnézést, hogy hosszú voltam. A választási sikerük esélyeit azért nehezíti, hogy nincs költségvetési támogatásuk, nincs kiépült szervezeti hátterük. A miniszterelnök jelöltön kívül gyakorlatilag országosan ismert politikusok sem, mégis szeretnének bejutni a parlamentbe. Mire számítanak, elnök asszony? Kiknek a szavazataira számítanak elsősorban? Hát sokan a polgári ellenzék győzelmét féltik tőlünk, és közben meg lényegtelennek hirdetnek minket, ami ugye most egyre jobban látjuk, hogy nem így van. És ezek az emberek fel se fogják, hogy ebben az országban egyre többen vannak olyan dolgozók, akiknek sem Orbán, sem az ellenzéki, hívjuk szivárványkoalíciónak, mi hatos fogatnak szoktuk hívni, nem jelent perspektívát. És a pártunk igen szocializmus című elnevezési programja ezeknek a dolgozói osztályoknak jelenti az általuk igényelt politikai képviseletet, tehát ezért bízunk abban nagyon, hogy meg tudjuk csinálni azt a célunkat, ami a nehéz sorsúvá vált dolgozói rétegeknek a képviseleti frakciója a Magyarország gyűlésbe 2022-ben. Nagyon számítunk a közösségi finanszírozásra, eddig is már nagyon sok mindent megoldottunk úgynevezett low budget módon. Itt ugye a többi pártok is, a hatos fogadpártjai is nagyon-nagyon sok állami támogatásból, frakciópénzből, stb.-ből dolgoznak, úgyhogy nyilván ebben nincsen helyzeti előnyünk, de mi igyekszünk megtenni ezekért az emberekért mindent, akik étnappallá téve dolgoznak, és gyakorlatilag azért dolgoznak, hogy éljenek, és nem, illetve azért élnek, hogy dolgozzanak, és nem azért dolgoznak, hogy éljenek. Mi meg fogjuk találni a 106 jelöltünket, ebből most már most a hétvégén is nagyon sok kirajzolódott, Budapest szinte összes választókerületében és a megyék felében is most már jelen vagyunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a feladat adott, megyünk előre. Köszönöm szépen Szanyi Tibort, az Iszompárt alapítóját és miniszterelnök jelöltjét, valamint Huszti Andreát, a párt elnökét hallották. Jó reggelt, Magyarország!